ismert népdalok, zongora átiratai, kortárs művek és négykezes darabok is felcsendültek a Festetit Zeneiskola növendékeinek előadásában. A zenész palánták egyedül és felkészítőikkel is játszottak. Voltak azonban olyanok is, akik szüleikkel léptek fel. Vasas Mónika korábban a zeneiskola növendéke volt, most kislányával játszottak együtt a koncerten. Nagyon örülünk, hogy járhatunk a zeneiskolába, és nagyon szeretjük a Keszthelyi Festetit Zeneiskolát, és minden fellépés nagyon fontos, úgyhogy ezt is nagyon örömmel teljesítettük. A zongorista növendékek a zeneiskolában a hangszeres kísérést is megtanulják, ezt is bemutatták a koncerten. A Magyar Kultúra Dicsérete című hangverseny a zongora tanszak eseménye. Minden évben a Magyar Kultúra Napja kapcsán mutathatják be a tanultakat a szülők és a pedagógusok nagy örömére. A fiatalok a félévi vizsgára már úgy készülnek, hogy magyar szerzők tollából származó darab is legyen a repertoárjukban, ezekből merítenek. Mindig nagyon nagy izgalommal jár, hogyha szerepelniük kell. Én most azt éreztem a szülők és a gyerekek részéről is, hogy nagyon boldogok, és a teltház is azt mutatja, hogy nagyon nagy örömmel vettek részt rajta, és hát nyilván a szülők is ki vannak éhezve a szereplésre és a játékra, a hallgatásra egyaránt. Az eseményen Bánhidai Tamás igazgató elmondta, a zeneiskola nagyon büszke a növendékeire. Számos diák szerepel eredményesen a versenyeken, valamint több, ma már sikeres zongorista került ki korábban is innen. A Festetit Zeneiskolában az egyik legnépszerűbb hangszer a zongora. Sok növendék választja ezt, az utánpótlás képzésben nincs hiány. A Covidnak nem sok jó tulajdonsága van, azt is mondhatnám, hogy nincs, de hogy a zeneiskola iránt hatalmas az érdeklődés, az biztos. Ilyen növendék létszámunk az elmúlt évtizedekben nem volt, tehát 480 fölött vagyunk, és ami még szintén a csoda kategóriába tartozik, hogyha jól tudom, akkor a kimaradók száma is 3-4. Úgyhogy erre sem nagyon volt példa. A zeneiskolások legközelebb a Festetics kastélyban lépnek fel, ahol tematikus hangversenyekre készülnek.